kiválóan megfelelt. Gratulálunk! Oklevelet vehettek át sikeres vizsgájuk után a falu és tanyagondnokok. 35-en vettek részt az áprilisban indult képzésen Pécsen. Többségük Baranyából érkezett, de Somogy megyéből is részt vett néhány hallgató a kurzuson. Az új képzés elindításáért és lebonyolításáért a megyei önkormányzatok felelősek. Egy jogszabályváltozás értelmében ugyanis 2021. január 1-től a falu, illetve tanyagondnoki pozíciót csak azok tölthetik be, akik ilyen végzettséggel rendelkeznek, vagy a munkáltatójuk egy erre a szakmára irányuló tanfolyamra, kurzusra íratta be őket. A Magyarország kormánya az elmúlt években egyre több forrás biztosít az önkormányzatoknak ezeknek a szolgáltatóknak a fenntartására, tehát előfordult néhány évvel ezelőtt, hogy bizony nagyon nehéz helyzetben voltak az önkormányzatok ebben a feladatellátásban, mert igencsak össze kellett húzni nadrágszíjat, de mára már elmondható, hogy nagyon jó a finanszírozása ezeknek a feladatellátásoknak. A szolgáltatás célja, hogy a falvak és a külterületi, valamint a tanyasi lakotthelyek intézmény hiányából eredő hátrányokat enyhítse. A szakemberek így az alapvető szükségletek kielégítését segítik a közszolgáltatásokhoz, de az egyes alapellátásokhoz való hozzájutást is biztosítják egyéni és közösségi szinten. A képzésnek volt egy nagyon fontos eleme a kommunikációs készsége, konfliktuskezelés képességének a megerősítése. Tanultak a hallgatók szociális ismereteket, de szerepelt jogi ismeret is a programban, maga a falugondnoki feladathoz kapcsolódó adminisztratív feladatok, megismerése a törvényi háttér, tehát minden olyan dolog, ami úgy gondoltuk, hogy a napi munkavégzésükhöz hasznos és eredményes plusz muníciót adhat. A hallgatók egy 170 órás képzést teljesítettek, ahol elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek. A kurzus ideje alatt az is bebizonyosodott, hogy a szakemberek mind tenni akarnak saját településük jólétéért.